Na nézzük a szögletet. Hol tekeredik, bizony a csúsztatás pedig elmegy a kapu mellett. A mai napon Fenyvesi betör a 16-oson belőle, és Fenyvesi lői lesz szögből. A postánkokat. És ez egy rövid labda szőcs, elhozzák mellette a labdát, és oldalháló csak. Hú, ezt köszönjük meg most. Jön is befelé, van fejes, fölé. Ugye már tudjuk a folytatás, hogy az Albának kellene a magyar csapat. Hoppá, helyzet közben fölé! Szép szóló volt, Csiszár. Akter, ott indul az üres ember, Szabó kapja. Szabó ezt vezeteti kapura, Szabó azt lehet onnan lőni, inkább beadja, és nem maradnak róla a túloldalon, Zeller volt az. És aztán az lesz, egy nagy lövés lesz belőle, lesz fölé megy. Hol jön be? Bizony! És mellé megy! Kirúgás. Fenyvesi hiba, Pén, nagy labda, az úgy gólhelyzet. Szőcs! Paráda és bravúr! Hírszöglet tehát. Jól jön be, Heisfejel, mellé. Zeller lő. 52. perc. Na nézzük. Ez sem jön be veszélytelenül. Bizony van fejes, és a gól van arról egy óriási mentés. Megint egy jó labdaszerzés, és ezzel lehet menni. Nagy meglátás, de felé. Szép játék sajnos. Vigyázzunk, hogy legyen beadás. Van beadás, kicsúszik Szöcs kezéből, és sajnos ott a gól, egy öngóllal vezet Írország. Csiszárról ment be a labda. 65 percig bírtuk Dublinban. Pápai nagyszerű kiugratás, ott a gól helyzet, Csiszár be tudja emelni Zeller helyzetben, és nem sikerül berúgni. Jön a szöglet, kapu felé, úha! Visszaemelik, háj szüresen, Szőcs fölé! Na nézzük, Szőcs, vide a Zeller, Zeller életszögből, mellé. De az viszont ott jó lehet, Kaján. Gyenge lövés. Kaján marad viszont nálunk. Pápai. Ez már jobb lövés. Pápai fölé. Egy üresen van ott Vida. Vida. 16-oson belül. Vida átadása után ott volt a lehetőség, de...